Több mint 100 éve hegesztettek úgy először, hogy két fém közé áram segítségével egy fémpálcát olvasztottak. Ezt a pálcát hegesztő elektródának hívják, és például nehéz gépek javításánál használják. Ez a cég az elektródáit különböző fémek és ásványok porával vonja be. Hegesztés közben a fémek elolvadnak, az ásványok pedig távol tartják az oxigént, ami gyengítené a hegesztés minőségét. A pálcán áram folyik keresztül, ami az elektródát és a fém felületét is megolvasztja, így azok összehegednek. Az elektróda magját egy vékony huzal alkotja. A huzal anyaga függ attól, hogy az adott elektródával mit fognak később hegeszteni, de legtöbbször rozsdamentes vagy szénacélból készül. Egy gép egyszerre tekeri és forgatja a huzalt, amíg az teljesen egyenes nem lesz. Ezután egy giotinba továbbítják a huzalt, ahol egy penge a kívánt méretre szabja. A gyár többféle fém és ásvány kombinációját alkalmazza a huzal bevonásakor. A fémek a következők lehetnek: nikkel, mangán és vas. Az ásványok pedig a következők: alumínium-oxid, magnézium és mészkő. Színezéket is adnak hozzá, hogy meg lehessen különböztetni az egyes típusokat. Az alapanyagokat összekeverik egy kis ragasztóval, míg az állaga olyan nem lesz, mint a nedves homoké. Egy munkás ezután présbe tölti a keveréket, ami egy középen üreges hengerré formálja az anyagot. Egy műanyag kupakot tesz a tetejére, majd rácsúszik egy fémfedő, és a gép dugattyúja kevesebb, mint egy perc alatt szilárdá préseli a port. Egy munkás négy ilyen hengert helyez el egy extrudáló présbe, amely apró lyukakon keresztül 120 tonnás nyomással rálövi a hengerek közepén áthaladó huzalokra a bevonatot. A pálcákat ebbe az adagolóba helyezik. Az alul található rés állítható, mivel a cég több méretben gyárt elektródákat, amik innen egyesével kerülnek tovább. Az adagolóból négy görgő a présbe lövi a pálcákat, akár ezret is percenként. A már bevont elektródákat egy forgó fémkorong állítja meg, és innen már futószalagon mennek tovább. Egy csiszoló 5 cm hosszan eltávolítja a bevonatot a pálcáról. Itt lehet majd később befogni az elektródát. A hegyét is lecsiszolja, hogy az még jobban vezesse az áramot. Ezután ellenőrzik a bevonat vastagságát és egyenletességét. Ezt a szárítás követi, ami szobahőmérsékleten történik akár 72 órán át. Végül az egészet legalább 5 óráig sütik 485 Celsius fokon, hogy a bevonat megkeményedjen. Miután kihűltek, egy festékes görgő mindegyikre ráfesti a típus számot és a használathoz szükséges áramerősséget. Egy korong színkódot fest az elektródák végére, így akkor is azonosítani lehet azokat, ha szállítás közben az oldalukról lekopna a festék. Ezután a csomagolás következik. Egy optikai szkenner megszámolja, majd a következő gép nyalábokba gyűjti az elektródákat. Végül kartondobozokba csomagolják őket. Egy kartoncsík is kerül a dobozba, hogy szállítás közben az elektródák ne rázkódjanak.
matricával jelölik meg a doboz tartalmát, amit aztán ragasztószalaggal zárnak le, és ezzel kész is.